Januártól több olyan intézkedés is életbe lép, vagy lépett Magyarországon, amelyek jelentősen megkönnyítik a családok életét. A kormány döntései nyomán 2016 az adócsökkentések éve lesz. Többek között 1%-kal mérséklődött a személyi jövedelemadó mértéke, illetve a sertéstőkehús áfája is 27-ről 5%-ra változott, valamint az új lakóingatlanok áfája is ugyanekkora mértékben csökkent, mondta Szalai Ferenc hétfőn tartott sajtótájékoztatóján. A családi adókedvezmény 10.000 forintról 12.500 forintra nő, és ez 2019-ig folyamatosan még a duplájára fog nőni. Ha ezt az ember így csomagban kezeli, egészen biztos, hogy nem kevés család, hál' az Istennek jobban jár, több pénz maradhat a családi kasszában. A kormány az otthonteremtés támogatásában is sokat tett, ugyanis a 2015. július 1-től bevezetett egyösszegű, vissza nem térítendő lakáscélú támogatás a családok otthonteremtési kedvezménye 2016. január 1-e óta kedvező feltételekkel igényelhető, mondta a polgármester. A csokkal a három vagy több gyermekes családok 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak új lakás vásárlásához vagy építéséhez. A fenti támogatás mellett a három vagy több gyermekesek 10 millió forint 3%-ot nem meghaladó kamatozású hitelt is felvehetnek. A kihirdetés óta a rendszer is egyszerűsödött, már a 160 négyzetméternél nagyobb ingatlanra is igénybe vehető, és a lakóingatlanok energiahatékonysági szintjét sem kell figyelembe venni. Egészen biztos, hogy ennek kapcsán meg fog növekedni az építendő lakások mennyisége és száma. Szolnokváros is gondolkodik abban, hogy hol tud területeket felszabadítani lakásépítésre. Itt a Besenyszögi úti volt laktanya területén, ahová már egyszer végig gondoltuk, hogy hogyan és miképpen lehet építeni, akár bérlakást, akár területet adni arra, hogy valaki építkezzen. Az erős GDP, a növekvő gazdasági mutatók és az alacsony infláció a béreken is látszódni fog. Megemelkedik a minimálbér is, a mostani 105 ezer forintról 111 ezer forintra nő a minimálbér, és a garantált bérminimum is 129 ezer forintra nő. Azt gondolom, hogy mind a két intézkedés jelentős tétel. Azt kell mondjuk, hogy 5,6%-os reálbér növekedés van ma Magyarországon. A polgármester kihangsúlyozta, hogy 2016 a bürokrácia csökkentéséről is szól majd. A cél, hogy egyszerűbben és gyorsabban lehessen ügyeket intézni az országban, ez szolgálja majd, hogy évvégéig 270-re emelkedik a kormányablakok száma. Több igazolvány kiállítása is ingyenessé válik, az első alkalommal kiállított jogosítványért sem kell fizetni, illetve a diákigazolvány, a személyigazolvány, a vállalkozóigazolvány és a lakcímkártya is ingyenes lesz.